Jazz Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk. 6 óra 31 perc van. Ébresztő hét alvó ki az ágyból. És aki csendesen szundikál a kormánynál, az is ébredjen fel. Húzza le az ablakot, mind az összeset, és lépjen rá a gázpedára, akkor arra fel fog ébredni. Ezek a jó kívánságok pedig a Millás reggeli stábjától érkeznek, amely hát itt a 90.9 Jazzy Rádió stúdiójában rontja a levegőt, az egyikük Ács Gábor. A másikuk Mihálovics András, akinek kifejezett kívánsága volt, hogy ez a páros így összeállhasson. Óriási tévedés, egy konspirációs összeesküvéses kölcsönös kiszorítósdi után sikerült. Ez a Kántor kollega kiszorította magát, mondjuk ne, kiírta magát a Nemzeti Együttműködés rendszeréből a Kántor. És én vagyok nyilván helyette. Aknizni van, sok sikert Endre, és hát én nem tudom, hogy ti mit vajasztatok le a hátam mögött, de... Én csak azt tudom, hogy te egészen elképesztő lelkesedéssel. A kitörő öröm az egy nagyon enyhe kifejezés arra, amivel te reagáltál arra a hírre, hogy nem Endrével, hanem velem töltheted el ezt a mai nagyon szép reggelt. És én, jaj, nagyon boldog vagyok. Na, hát nyomokban sem tartalmaz igazságot, de mindegy, hagyjuk ezt most. Ne teregessek ki a családi szennyest, az a lényeg, hogy André majd csütörtökön leverem ezt az egész izét, amit itt összehozott. Úgyhogy majd meglátjuk, ki nevet a végén. Az oroszlán bajszát húzgálni nem kell félnetek. Én már biztos, jó lesz. Ezt. Bejelenthetjük. A tivadarokat gratuláljuk meg, mert hogy azt kell tudni, hogy 2021. november 9-e van, így hát az ő nevük napját ünnepeljük. Isten éltesse minden tivadar nevű hallgatónkat, és... Ezt a nyelvújítást én soha nem fogom megszokni, de... Mit? Hát ezt a valakit meggratulálni. De... Nekem nagyon idegenül hangzik a bankolás, a fotózkodás, a sütögetés, és erről már beszéltünk. A sütögetés. Igen. Hát az 40 megsütöd, éve... vagy nem sütöd. A sütögetés, hát de az, nyelv... az én olvasatomban azt jelenti, hogy kicsit megsütöd. Nekem ezzel egyébként semmi bajom nincs, hiszen én is angolosan szeretem a sülteket, amiket angolosan lehet fogyasztani. Tehát, hogy egy kicsit sütögetek, az nincsen, azzal nincsen. De hogy ez egy évszázadok óta része a nyelvnek, és mindenki használja. Ellenben a meggratulálnit csak és kizárólag tőled hallottam. És 10 millió légy nem tévedhet. Ez mindenre ér, igen. Ilyenkor, igen. Ez bármikor be lehet dobni, igen. Szóval ez nem. Ez lehet, hogy ilyen mezőföldizmus, vagy nem tudom. Aha, jó. Ez ilyen családi vonalon. Nehogy kötekedésnek vedd, véletlenül sem. Nem, Isten őrizze, dehogy is. A tivadarok vették kötekedésnek, amit művelsz, mert hogy nem tudtam kibontakozni a nevük napjának a ünnepelése. De nem baj, majd a születésnaposok reménykedhetnek, Isten éltesse azokat is, akik ma ünneplik a születés. Azok a hallgatók, akik, hogyha most nem köszöntenénk föl őket is, akkor üzenetet küldenének, hogyha most megspóroltuk az SMS díját. Nem, mert azért mindig van egy-egy bátor, aki ezen felül, ráadásul random időpontokba kér meg bennünket, hogy gratuláljunk valamelyik szerettének, vagy éppen saját magának, és akkor ezt mi meg is tesszük. Reppenjünk vissza, maradjunk november 9-én, de reppenjünk vissza 1799-be. Napóleon államcsínyt hajt végre.
fogta magát, megdöntötte a direktórium uralmát, szétkergette az 500-ak tanácsát, és ő lett Franciaország diktátora. A kis korzikai. Ki sem nézték belőle, kis szakadt egyenruhájába, stb. Stb. Hogy micsoda dolgokra képes ez az ember. Hát aztán azóta Franciaország egyik legnagyobb alakja, úgyhogy nagy nap volt számára november 9-e, ő lett konzul diktátorként. Nagyon biztos elege volt a heppajkodásból, meg a széthúzásból, meg a káoszból, és azt mondta, hogy akkor most rend lesz. Hát, hogy aztán utána mi történt, az meg már történelem. Na, 1941. november 9-e, most gondoljuk el, hogy mi történt ekkor. Bevezették az új forgalmi rendet, a jobb oldali közlekedést. Tehát felei most, akik autóban zögykölöttök ismeretlen célotok felé, gondoljatok bele, hogy ma, tegnap még így, ahogy ma van, de ma már úgy kellene, hogy a bal oldalon mindenkinek. Hát mi lenne abból? Félve kérdezem, és költői természetesen a kérdés, de nem árt azt tudni, hogy vidéken már 1941. július 6-a óta érvényben volt a jobboldali közlekedés. Erről meg az jut eszembe, hogy az ingázok mit csináltak volna. Mondjuk Solymárról befelé a bal oldalon, mondjuk július 7-én. A város határnál. A város határnál állt a... Tehát, hogy ez kemény lehetett. Nyilván nem volt ennyi autó, tehát... Messze, nyilván, de érdekes eljátszani a gondolattal, hogy egy hasonló kaliberű változás mit okozna. Aztán 1989 elkezdték a berlini fal lebontását, megnyitották az NDK határait az NSK irányába, hát emlékezetes tömegjeleneteket okozva ezzel a államigazgatási döntéssel, és 1993, egy szomorú dátum, az emberiség kultúr történetében, mert a horvát tüzérség fogta magát, és szétlőtte Mosztárban az öreg hidat. Bosznia-Hercegovinában voltál ottan? Ott nem lettél volna? Azt magyar utászok állították helyre, azt aha. is tudni kell. És fantasztikus, az egész város egyébként. Csúcs. Onnan ugrálnak bele bátor fiatalok a vízbe? Is. Ha van éppen víz. Uh-huh. Magas? Igen, eléggé. Szép? Nagyon-nagyon szép. Aha. De az egész város nagyon hangulatos, az egész környék, úgyhogy javaslom mindenkinek. Mivel lehet oda menni? Mi pont úgy mentünk, hogy akkor indult újra a vonatközlekedés Szarajevóból, és vonattal érdemes. Nagyon szép az útvonalra vasúton is, úgyhogy én azt Budapest, javaslom. Budapest-Szarajevó, Szarajevó vasúton? Hát ugye most nincs megszűnve a Budapest-Szarajevó járat, hogy tehát nem volt repülni nem lehet, igen, de nem tudom, talán még egyszer lesz. Nem, tehát vagy Horvátország irányából is át lehet menni, onnan mind Dubrovnikba mentünk tovább busszal, napi 2-3 járat van, onnan is át lehet menni. Szarajevói téli olimpia helyszíne? Oda nem mentünk föl, oda nem, de Szarajevó is egy fantasztikus város, szóval mindenképpen azt is ajánlom. 1846-ban ezen a napon november 9-én született Réti Mór fizikus, matematikus, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Őre róla legyen elég ennyi, mert 9 óra után Katona Csaba az ő életéről és munkásságára fog megemlékezni. Sötétben tapogatózom az internetes segítség nélkül Réti Mór munkásságát illetően, úgyhogy nagyon várom az erről szóló beszélgetés, viszont Hedy Lamarr, osztrák születésű amerikai színésznőről már sokkal többet tudok, mert hogy ő nem csak színésznő volt, hanem kiváló feltaláló is. Azt mondta egyszer, hogy bármelyik lány lehet elbűvölő, csak annyi kell, hogy nyugodtan álljon és nézzen bután. Ő ezt mondta, és egyébként nagyon-nagyon tehetséges műszaki ember volt. Például fennmaradt egy sztori, hogy a híradásokból tudta, hogy a szövetségesek igen sok torpedót veszítenek. Akkoriban legendásan rossz volt a szövetségeseknek a torpedó arzenája, és gondold el, hogy milyen az, amikor életedet kockáztatva közel lopózol egy ellenséges hajóhoz, vagy nem is lopózol, hanem repülőről, megtámadod, áthámozod magad a légvédelmi tűzön, stb. Ledobod a torpedót, ami eltalálja, csak épp nem robban fel, az bazi idegesítő lehet. És hát képzeld el, hogy fogja magát, és egy avantgárd zongorista zeneszerzővel elkezdenek dolgozni egy hatékony torpedó rádiótávvezérlésre szolgáló eszközön, és tök véletlenül sikerrel is járnak, mert hogy
hogy az első rá ilyen ötlet a rádiótávvezérlés az első világháborúban már, mert de könnyű volt eltéríteni azzal, hogy zavarták a frekvenciát, és ezzel nem találta ki Hedy Lamarr, hogy gyorsan váltogassák az adónál, a vevőnél és ezt a frekvenciát, és akkor nem lehet zavarni, és akkor így jártak sikerrel. És kérlek szépen, hogy nem az is fennmaradt Hedy Lamarról, hogy az endokrinológia szakértője is volt. Tehát, hogy egy igazán nagyon sokoldalú asszony volt ő, és még egyszer mondom, színésznőként is remekelt a vászon. Egyébként a híradás technika területén végezett különleges teljesítményért a teljesítményt nyújtó nőknek a mai napig is Hedy Lamarr-díj jár 5000 eurós pénzdíj kíséretében. Úgyhogy aki érdekel Hedy Lamarr, az olvasson utána az ő életének és munkásságának, mert nagyon-nagyon tanulságos az. Aztán 1929 Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas, Kossuth-díjas, magyar író, műfordító. Ugye ezen a napon október 9-én született, őt szerintem nem kell bemutatni a nagy érdeműnek. Carl Sagan, amerikai csillagász, ismeretterjesztő 1934-ben született október 9-én, szerintem őt se. Ha valaki nem olvasta a könyveit, akkor vágjon ebbe bele, mert nagyon közérthető és nagyon szórakoztató módon beszél nagyon bonyolult dolgokról. Közben már bele annyira, is pikulászta. Persze, mert hogy annyira ittam szavaidat, hogy nem figyeltem oda, hogy kellene nyomni egy gombot. Az egyik kedvenc zenekaromnak, a Creedence Clearwater Revival-nek az amerikai énekes, vagy az amerikai bandának az énekes zeneszerzője Tom Fogerty is ünnepel, de nem ő a frontember, ide írta nekem a Kántor Endre, hanem John, a bátyja, és ajánlott is tőlük zenét, nem tudom, hogy Ács Gáborhoz eljutott-e. Hát persze, de még gondolkodom. Szeretnéd, meghalt, te ismered? Hát vagy? Én szeretem a Creedence Clearwater Revival. Tényleg? Hát jó, oké, akkor előveszem neked. Mindig, amikor vietnámi veterán akartam lenni a 90-es évek elején, akkor mindig ilyeneket hallgattam. Na, Bill Gerend, Stanley Kupa győztes amerikai ezüstérmes amerikai jégkorongozó, vagy olimpiai ezüstérmes amerikai jégkorongozót ünnepelhetjük, még ő 1970-es évjáratú, és egy nagy futballikon, Alessandro Del Piero, olasz labdarúgó is ünnepel, 1974-ben született. És most vettem észre, hogy a feltalálók napja van Ausztriában, Németországban és Svájcban, pont Hedy Lamarr színésznő és feltaláló születésének okán. Na, hát akkor muzsikáljunk, ne habozzál. Oké, okay. Nem tudom, hogy ezt mennyire mondtad komolyan. Komolyan mondtam. Jó, oké, okay. Akkor mondjuk úgy, hogy elhittem.